Sziasztok, itt újra ezt után. Újra vicceket fogok mondani, így nem is húzom tovább az időt. Mi az a futóhomok? Egy rejtett homokszörnyeteke, amely élve megeszi áldozatait. Aki nem érteni, elsőjegyne a futóhomokba ugyanaz, mint hogyha élve felfalna egy. Miért nincs az autónak szíve? Mert leamputálták. Egy anya, aki itt megharapott a kutya. Fiam, megkérdezte az orvostól, hogy belehalt? Az orvos válasza, igen, a kutya. Képzeljétek, Magyarországról sikerült gyalog eljutnom Görögországba. Eljutni oda egyszerű volt, soha országba eljutni volt nehéz. Soha ország. Mit tesz az ősember, ha banditák támadják meg, hogy elvegyék tőle a húst? Felhívja a rendőrséget. Egy mockás viccet folytassuk. Moricka. Hogy mondják angolul azt, hogy haj van az autón? Moricka válasza. Harrison Ford. Mi az a kút? A mélység szörnyetege, aki élve megeszi azokat, akik beleugornak a kútba, illetve beleesni. Újabb Móriczka. Móriczka. Még megyében található ács. Moriczka gondolkozik így 20 másodpercig, és még megmondja a választ. Tudom már. Ács Kiskun megyében. Ha értitek, hogy értem. Egy apa, akit a fia betegen talált. És felhívja a mentőket. És ki is jönnek a mentők. És elviszik az apát. Erre a fiú megkérdezi, hová viszik? A kórházba vagy a börtönkórházba? Folytassuk egy Minecraft viccet. Mi az, ami a Minecraft Nether helyszínén, míg a szörnyeknél is nagyobb szívás? Ott aludni! Aki keveset játszotta a Minecraftot és csak házépítésére foglalkozott, annak elmagyarázom. Ha a Netherben alszol, neked kampetsz! Egy kislány, aki fél a vihar erős zajától. Arra kéri az anyját, hogy aludjon vele. Az anya válasz erre az, hogy szó sem lehet róla. Én mindig az apáddal alszom. Mit gondol erre a kislány? Azt, hogy egy gyáva féreg. Miért nem tud egy kutya emberi nyelven beszélni? Mert levágták a nyelvét. Egy férfi, akit
Két egy váratlan tanú összeesve talált. Aztán megpróbálja kiáltani neki, hogy keljen fel. A földön fekvő férfi fel is kelt. Amikor folytonosan lélegeztetőgépet meg egy ilyen de ez CPR-t adott neki, hát úgyhogy ilyen a szívét működtesse, mert elfelejtettem, hogy mi az. És fel is kell. Tehát fel is kell az a férfi. És akkor a tanú végre felélegzik, mert azt hitte, hogy halott ember. A földönfekvő férfi válasz az, én nem vagyok halott, én csak fűbe haraptam. Én csak fűbe. Mondom másképpen. Tehát a tanítónéni fenyíti Móriczkát. Móriczkának mondja, ne rágozz az órán. Rosszul hallasz? Moszkovász az. Én jó hallok, csak nem tudok a fülemmel rágózni. Mi az a vulkán? Egy óriási tüzes szörnyeteg, aki feketé, ami egy feketére süti áldozatait. Mi az a Mount Everest? Egy 8800 méter magas óriás, amely Kína és Nepál határán alussza örök álmát. Egy magyarországi gyerek, aki tornaruhában megy iskolába. Az anya kéri, hogy vegyen fel farmer nadrágot. De a fia ellenkezik. Mert nem, mondja, hogy nem akarja. Nem mehetek tornaruhába. Az anya megkérdezi, hogy miért. A fiú válaszol, következő lesz. Mert ha tornaruhában megy egy iskolába, vagy nem, ha farmer nadrágban megy egy iskolába, akkor Kim Jong-un örökre munkatáborba küld. Egy Donald nevezető férfit a McDonald's-ból vesznek fel dolgozni. Azt a feladatot kapja, hogy vegye fel a telefont, ha csönd. Fel is veszi a telefont. És Donald azt mondja, halló. És erre a... A kliens megkérdezi, McDonald's? Donald válasza. Nem McDonald vagyok, Donald vagyok, nem McDonald. Jött ide. Hogyan védekezik egy hal? Télen. Felveszi az ozonmelegítőt. Meghalt Móriczka békája, és ezért a békának egy tégla-szerű gödröt ás ki. Anya megkérdezi, miért tégla-szerű gödröt ásod ki? Mert a béka kígyó gyomrában van. Jó, a fejezőben egy kokko vicce. Kokko, ki az? XXX Tenacion.
Nem tudom, álljon is meddig azt a repet, de mindegy. Jó van, ennyi volt mára. Nem tudom, mikor foglak az ebédszettől mondani. Úgyhogy addig is, szevasztok!